Sziasztok! Újra Daddy és PG, ebben a részben Aurierről és Danilóról fogunk beszélni. Ez a két legújabb pletykánk, ők jönnek. Igen, nagyjából kifagytunk az elmúlt hétben a pletykákból és az átigazolási hírekből, mert érkezni nem kezdett senki, pletykák is kezdenek elhalni, nem tudom, hogy mit csinál a vezetőség egyébként. Szerintem nyaralnak, amúgy nyár közepén feltételezett, hogy nekik is van élet. Nem látok jól. Ami a legfontosabb tőlük egyébként az, hogy úgy néz ki, hogy Bonucci, Alexandrót és stb. Beszélt, hogy megtartanak mindenkit, mondjuk Dani Alvesen kívül. De most újabb pletykák pontosan Dani Alves helyére, Aurier és Daniel. Szerintem beszéljünk először Aurierről, a PSG-től érkezne. Így van, ő a PSG-től egy 24 éves játékos, ha jól emlékszek, vagy 24-25 éves játékosról van szó. 20-as évei elején jár. Közepén. 20-x éves játékos. Így van. Ami szembetűnő volt vele kapcsolatban, lehet, hogy pont egy olyan videót fogtunk ki. Ez a gyerek csak becsúszni tud. De kajak, folyamatosan csak csúszik. De kurva jól, és jól időzít. Tehát ugye jobb oldali védő. Esküszöm, minden szerelése abból állt, hogy ment. Volt egy-két pillanat, amikor úgy tűnt, hogy tisztán szerel, ó, végre. De azért becsúszott, hogy így megszereszed, és még úgy becsúszott, meg a felborult. Igen. Tehát mindig a földön van, de jól csinálja a dolgát, de jól tud szerelni. Aztán néztünk egy másik videót, és akkor kiderült, hogy beadni is nagyon jól tud. Beadni is nagyon jól tud. És akkor jött az ötletünk, hogy ő tiszta Sandro, csak szakállas. Tehát elneveztük szakállas Sandrónak. A jobb oldalra, hát ez a két páros nekünk meglenne, ez zseniális, ezt higgyétek el, tökéletes. Szakállas és szakáltalan Sandro. Olyan szélső játékunk lenne ezzel a két... Igen, és egyébként nagyjából 15 millió euróra tagsája a Transfermarkt, ami nem egy nagy ár, nem, szerintem én úgy vettem észre, hogy a Transfermarkt árról ír a dupláját kell rá ajánlani azért, hogy egy játékos el tudjon igazolni. Tehát akkor mondjuk azt tudjuk mondani, hogy egy Aurier 30 millió euróért nagyjából el lehetne hozni, ami szerintem egy tök helyén való ára jelenlegi viszonyok között. Egy ilyen játékosért, te nézzetek utána, szerintünk nagyon jó lenne. Tökre beleillen a képbe. Igen, nagyon beleillen a képbe. És, ugye a PSG-be azt néztük még meg, hogy ő 21-szer lépett pályára ugye az elmúlt év során, ami szerintem nem kevés, szóval tapasztalata az van. A PSG meg nem egy szar csapat, szóval tanulni biztos rengeteg mindent tanult ott. Szóval, hogyha ez összejön, én azt mondom, hogy tök jó. Csak újra azt mondhatjuk, hogy a PSG-től azért elég nehezen igazolunk át játékosokat. De csak egyszer már történjen meg. Csak történjen meg, kell törni egyszerűen. A másik viszont Danilo, aki hát nagyjából ugyanannyi idős, mint az Aurier. Ugye 24-25 éves, most nem tudom, mert valamelyik 24, valamelyik 25, fogalmam is melyik mennyi. A lényeg az, hogy ő viszont azt mondtad, hogy a Sandrónak volt a spanya még a Portóba. És ugye ő egy brazil gyerek, szintén ugyanazon a poszton játszik, és szintén nagyon tehetséges, szóval ha kettő közül kellene választani, nem tudnám megmondani, hogy melyiket választanak, mert tényleg két nagyon jó szélső, tehetséges gyerekről van szó. Igen, szerintem ez az első ilyen kettős név, ahol igazán nem is tudunk egyértelműen állást foglalni, hogy kit látnánk szívesebben. Én azért mondom Auriert, mert szerintem olcsóbban mozdítható lenne. Uh-huh. Viszont Danilo meg lehet, hogy ezért jobb, mert ő meg egyetlen... Tehát Auriert, ha megvenné valaki, akkor valószínűleg olcsóbban mozdítható lenne. Kivéve a Juventus, ugye a PSG-Juventus konfliktusok miatt. Lehet, hogy a Juventusnak azt mondja, hogy a PSG nem. Egyébként valószínűleg olcsóbban mozdítható lenne, mint Danilo. Viszont a Real szerintem meg tök jó az átigazolási kapcsolatunk. Danilo érkezése valószínűleg reálisabb lenne, mint a Aurieré, ugye az említett kapcsolat miatt. Szerintem itt igazából azt fog dönteni, mert valamelyik nőkőjüknek most már érkezni kellene, mert nagyon kell a jobb oldalra erősítés. Rajtuk kívül már tényleg nem látok senkit, ki tudna érkezni, egyébként hír sincs róla. Már ott egyébként valószínűleg ezekben a percekben is Madridban tárgyal Danilóról. Sokszor hallottuk már ezeket a híreket, hogy már ott itt meg ott tárgyal ezekben a percekben, aztán nem tudjuk, hogy ebből mi lett. Már ott innen üzenjük, hogy légy szíves, hozd haza Danilót. Vagy ugorj át Franciaországba, Aurier, nekem tök mindegy, csak valakit hozzá legyen szél. Teljesen mindegy, légy szíves. Kurva jól játszol, nekem ennyi a számít. Nektek mi számít, ezt mondjátok el, légy szíves. Légy szíves, mondjátok el kommentben itt, a Facebookon, Instagramon is megtaláltok minket, iTunes-on is hallgathatok, ahol szeretjük, ha értékeltek minket, Podomatikon. Így van, ott is. Úgyhogy rengeteg helyen elérhetők, hogy most már tényleg
Csak a kommentjeitekre várunk, és köszönjük, hogy megnéztetek és meghallgattatok minket újra. Sziasztok! Sziasztok!